Szilágyi Zsófia vagyok, Móricz kutató. A mostani alkalommal egy olyan Móricz novelláról szeretnék beszélni, amelyet nagyon szomorú módon még aktuálisnak is érezhetünk. Bár most nem olyan háború zajlik, mint amilyen volt az első világháború, mégis bizonyos pontokon megérthetjük azt, hogyan élhetett Móric az első világháború idején, hogyan szenvedhetett a kényszerű bezártságtól, hogyan töltötte előtt a bizonytalansága miatt, hogy nem tudta, mikor lesz ennek a helyzetnek vége. Egy olyan helyzetnek, amelyikkel akkor szembesült először, hiszen Móricék generációjának egy viszonylag hosszú békeidő után következett be ez a háború, tehát nem volt háborús tapasztalatuk, amikor elérte őket az első világháború kitörése. Úgy kellett végigélniük ezt a négy évet, hogy közben folyamatosan támadásoknak is voltak kitéve, és itt nem csak Múricról beszélek, hanem az ő közvetlen nemzedéktársairól, mondjuk Kostolányról vagy Babics Mihályról, hiszen támadták őket sokszor, gyávasággal, férfiatlansággal vádolták meg azért, mert nem harcoltak katonaként a fronton. Mindeközben aggódtak a testvéreik miatt, hiszen többen voltak abban a helyzetben, hogy a fivéreik harcoltak a fronton, Kosztolányi, Babics vagy Móricnak is több öccse kim volt a fronton, Móric egyik testvére el is esett az első világháborúban. Volt, aki az írók közül teljesen távol maradt, tehát mondjuk a nyugat nemzedékének alkotói közül teljesen távol maradt a fronttól, Móricz viszont kiment haditudósítónak, és német László jóval később le is írta azt, hogy semmiképpen sem volt gyáva, következőt írt a német László, az orosz golyók elé bundában állt ki, teljes célpontot szolgáltatva, a kertészének azonban nem merte tudomására adni kifogását. Tehát a gyávaságnak a határa is kérdéses, hogy hol húzódtak ebben az időben. Hogyha most azt nézzük meg, hogy hogyan lehet megírni a háborút, akkor ugye azt látjuk, hogy nagyon sokféle novella lehet háborús novella, hiszen gondolhatunk itt közvetlenül a harctéren játszódó szövegekre, amelyekben katonák szerepelnek, de gondolhatunk a hátországban játszódó szövegekre is, amelyeknek egyik fontos témája lesz a kényszerű összezártság. Ilyenekből Móricnál azért jó párat találunk, és az ebből fakadó válsághelyzetek. És persze aztán lehet írni mondjuk az első világháború kitörésének élményéről, vagy vagy a lezárulása utáni eseményekről, akár a fogságról, Ugye Moricot személyesen nem is közvetlenül az viselte meg, hogy a háborúba el kellett katonaként mennie, hiszen alkalmatlannak bizonyult a sorozáson, és nem vitték el a frontra, de a háború elhúzódása és az a bizonyos helyzet, amit kényszerű összezártságként élt meg, az nagyon megviselte. A lánya Móric virág azt írta erről. Ahogy telt az idős, a háború szörnyűsége elhúzódott, apám egyre komorabb lett, anyám egyre idegesebb. 15 nyarán már megint ott tartottak, hogy nem tudtak megmaradni egymás mellett. Apám, mint azt a Karakszultánban körülbelül megírta, elszökött, elmenekült. És ő is, mint Karakszultán, legjobban szeretett volna világgá menni, és csak fájó emléket hagyni maga után, és hódításainak hírét. Ugye nagyon nehéz, volt akkor az íróknak, hiszen az intézményrendszer megrendül, nincsenek rendezvények, lecsökken az olvasók száma, ezt is egy nagyon kicsit most meg tudjuk érteni, vagy meg tudjuk látni, hogyha mostani koronavírus okozta szituációba belegondolunk. És hát maguk a házaspárok is annyira összezárultak ebben a helyzetben, hogy mindenféle válsághelyzet előjött. De ezt csak körítésként mondtam el, és menjünk egy picit közelebb akkor, hogy aztán mi történik 1916 végén, amikor Móric a szegény embereket megírja, és ez a novella meg is jelenik a Nyugat 1916. december 16-i számában. Nagyon komoly hatást kelt ez a novella, amelyik tulajdonképpen egy háborúból visszatérő a falujába, egy 28 napos szabadságra visszatérő szegény katonának a nagyon tragikus története. Ugye már a háború következményeiről beszél, és azt mondja el ez a novella, hogy mi történik, ha a lelkekben nem tud véget érni ez a bizonyos háború. Később már, tehát nem a háború alatt, hanem 1924-ben, amikor készül a nyugat ö, szerkesztőségében egy Móricot köszöntő lapszám, akkor az egyik megszólaló Miklós Jenő leírja, milyen élmény volt akkor, vagyis 19 16 ban a háború alatt elolvasni, vagy akár felolvasni ezt a bizonyos novellát. Következőt írt a Miklós Jenő a nyugatban. Emlékszem, ez a könyv, vannak sorsos találkozások, a trencséni katonakórház foszlott ért utól, a kórház teli felvagdalt, jajgató, papírongyokba kötözött öreg, szegény emberekkel, katonákkal. Az ágyak könyvben és vérben főttek, és még mindig, mindig tartott a háború. Az ágyakból a haldoklókat megint kifordították a frontokra, és újabb és újabb sevesültek jöttek, nyöszörgő árnyékok befordult üveges szemekkel, egy veszprémi öreg Irasztott az ágyamnál. Pipázott és aludt, néha fáradtan lefordult a székről és tovább pipázott. Egy éjszaka lassan, silabizálva, olvasni kezdtem neki a szegény embereket. Úgy éreztem, kivág az ágyból, ha valakinek el nem olvasom. Szanitécen bólogat, hallgatja, aztán feláll. Ez a háború. Legubbad megint, a végén kérdi. Ki írt a vóna? Móri Zsigmond, mondtam csendesen. Móricz úr, hát áldja meg érte az Isten. Ezt a régi szegény áldást hozom most Móri Zsigmondnak. Ugyanebben a lapszámban Karinti Frigyes pedig Fenyő Miksának ahhoz a véleményéhez csatlakozott, hogy éppen ezért a novelláért, a szegény emberekért Móricznak meg kellett volna kapnia a Nobel békedíjat. Mint tudjuk, sem ezt, sem az irodalmi Nobel díjat nem kapta meg. Mennyi felé indulhatunk el, hogyha ezt a novellát elkezdjük olvasni, milyen jelentés rétegeket lehet feltárni a szegény emberek olvastán, mondanék néhányat, illetve néhány ötletet, hogy milyen kapcsolatokat lehet meglátni, hogyha a szegény emberekből egy kicsit kitekintünk. Ugye az egyik alapvető elemzési szempont, ami felmerül, hogy végignézzük azt, hogyan írja le Móricz a posztraumás stressz szindrómát 1916-ban, amikor ugyan már ismerték a jelenséget, de úgy, mint egész tünet együttes, csak jóval később írja le az orvostudomány, és mondjuk leginkább az öbölháború kapcsán kezdenek már erről gondolkodni, bár mondom, már jóval korábban észlelik ezt a bizonyos jelenséget. De akkoriban még inkább csak harctéri sokról beszélnek, vagy hogy azt mondják egy katonára, hogy légnyomást kapott, de valójában ebben a novellában nagyon szépen látszik, milyen az, amikor a háború értékrendszere és a béke értékrendszere szemben áll egymással, tehát ha egy katonának az a dicsőség és az a feladat, hogy ő jön, akkor hogyan tud visszaállva a békében másképp viselkedni. A következő lehetséges szempont, amit megnézhetünk ebbe a novellába, hogy hogyan nem értjük meg egymást, hogyan nem értik meg egymást az otthoniak, a hátországban maradtak és a hazatérők. Ez kicsit hasonló ahhoz, mint Kertész Imre sorstalanságában Köves Gyuri hazatérése, amikor nem tudja elmesélni, de nem is tudja megérteni azt, amit kérdeznek tőle, amikor azt kérdezik, hogy honnan jött és mi történt vele ugye amikor visszatér aztán Auschwitz-Birkenau-ból. Ezt a férfit 28 napra engedik haza, és látunk olyan jeleneteket, amikor háborús anekdotákat kénytelen végighallgatni, egy idézet a novellából, nagyot kacagott hozzá már, mint az az úr, aki elmesélte neki ezt az anekdotát. Ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a harcérnek felé sem, nagyon tudnak nevetni azoknak a harctéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelé. És nagyon jól látszik, a novella használ is erre egy szimbólumot, azt mondja sokszor ez a szegény katona, hogy köztünk van a víz, tehát mintha ez a víz, ez az, az árok átléphetetlen lenne, és a két oldalon két különböző beszédmód zajlik, nem értheti meg egymást a katona és a hátországban lévő család, szomszédok, vagy az a falu, ahova ő aztán visszatér. És még egy szempont, ami hát különösen érdekes éppen az első világháború kapcsán, hogy a mű mögött van egy nagyon erős előszöveg, ez pedig egy orosz írónak a regénye, a bűn és bűnhődés, amit Móricz korában még úgy emlegetnek, hogy a Raskolnikov, hiszen akkor még az, ebben a fordításban olvasták, amikor Raskolnikov volt a műcíme. Már Söflin Aladár a következőt írta a novelláról: A Raskolnikov óta nem írtak meg gyilkolást ennél belsőbb, megrendítőbb elképzeléssel. Tehát Raskolnyikov tettében és ennek a katonának a tettében már a kortársak is meglátták ezt a hasonlóságot. És miért érdekes az, hogy éppen az első világháborúban vagyunk, amikor ennyire erős egy orosz előszöveg egy magyar novella mögött? Hát azért, mert ugye az oroszok ellenségek, komoly háborús cenzúra van, tehát már orosz műveket is kicenzúráznak ekkoriban a sajtóból, és Móris ezzel a gesztusával és több olyan novellájával egyébként, ahol vagy mint ha jelezni akarná, hogy a kultúra, a politikai ellentétek fölött van. Már egy 18-as újság cikkében beszél arról a megilletődétségéről, hogy hogyan beszélgetett egy orosz muzsikkal vagyis parasztal, akinek a megértésében a tót az a szlovák cselédei segítettek, és egyszer csak azt tapasztalta meg, hogy ez az egyszerű orosz ember ismerte Lev Tolstoy nevét, és még olvasta is Lev Tolstoy műveit. Következőt írta Móric 18-ban. Megilletődve nézek a kis barna muzsikra. Fantasztikus távolság. Tolstoy, aki nekünk a legnagyobb írásművész, a 20. század szellemi színvonalának legnagyobb reprezentása. És olvasója a csöndes muzsik, akinek otthonától sok ezer versnyire örömcsillog a szívében, ha a nevét hallja. Tehát itt ez azon túl, hogy egy Móricra nagy hatás gyakorolt mű Dostoyevsky bűn és megjelenik e mögött a novella mögött, egy nagyon fontos gesztus is ott van a Raskolnikov megidézésében, mégpedig az, hogy lássuk meg az ellenség arcát, és bár ki kell várnunk, még a háború véget ér, értsük meg, hogy ők is emberek, ugyanolyan emberek, mint az árok túloldalán lévők. Egy részlet a novellából, mikor a muszkánk átjönnek, sít maradnak nálunk, meglátjuk közelről a képüket, a szakállukat, a beretvált arcukat, a szemüket. Csak épp, hogy a szavukat nem értjük. Akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk. Csak addig ellenség az ellenség, amíg köztünk van a víz. Tehát így születik meg 1916-ban az első világháború közepén a szegény emberek című novella, óriási hatást gyakorol a kortársaira, és aztán a mai napig tulajdonképpen a tananyag része, és hogyha egy kicsit közelebb szeretnénk menni, jobban meg szeretnénk érteni az első világháborút, meg szeretnénk látni az emberi oldalát, az emberi tragédiákat, a politikai történések mögött, akkor nagyon sokat segít a szegény emberek elolvasása. És hát ott van mögötte Múric személyes háborús története is. Az, hogy ő milyen meggyötörten, lefogyva és nehezen élte meg az első világháború végét.